A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök a VNTV Viva Natura televíziót láthatják, és FVQ adás sorozatunkban végtelen szeretettel és tisztelettel dr. Egeli György kutató urat köszöntöm a stúdióba. Köszöntöm a nézőket és téged is, Ágika. Én biztonsággal tölt el engem, amikor téged követlek, már csak azért is, mert szeretek én is képbe lenni abban a tekintetben, hogy van-e jövő, nincs jövő, megfagyunk-e télen, megfőlünk-e nyáron. És igazából egyrészt vagy nagyon reménykeltő, másrészt pedig nagyon komolyan és reálisan el szoktad mondani, hogy mi a pillanatnyi helyzet. És hogyha valaki még nem ismeri a veled készült korábbi műsorokat és a munkásságodat, akkor elmondjuk, hogy gépészmérnök vagy, hőerőgépész vagy, és nagyon komoly kutató munkát végzel energiatermelés címén, olyan energiatermelés címén, ami egyfajta végtelen megújuló ingyen energia, környezetbarát energia. És az első kérdésem azért az lenne egy picit, mielőtt konkrétan a tanulmányoddal kapcsolatosan folytatnánk a beszélgetés sorozatot, hogy milyen energiák vannak, Gyuri, még, amiket az ember nem aknázott ki, gondolok mondjuk a geotermikus energiára, hogy neked mi a véleményed arról, hogy magának a bolygónak, vagy vannak-e még olyan lehetőségeink, amiket vagy tudatlanságból, vagy felelőtlenségből, vagy a politikai okokból nem használunk, és igenis most már a túlélésünk a kérdés. Ugye gyakorlatilag ez volt az a kérdés, ami köré ez a német mérnök konferencia is szerveződik. Ők most már 20 éve szervezik meg a német nyelvű alternatív energiatermelési kérdésekben ezt a konferenciát, mindig Stuttgart mellett. Most azt tudni kell, hogy Németország, Svájc és Ausztria műszakilag nagyon fejlett, körülbelül 100 millió ember. Hosszú ideig ez a terület volt a műszaki fejlődésnek a motorja. Németország fizikában is nagy hatalom volt a második világháborúig, aztán szétbombázták az egész társaságot, de a fizika fejlődése is a német nyelvterületről jelentős tudásmennyiséget kapott. Na most engem azért hívtak meg erre a konferenciára, mert megjelent a Borotva Élen című könyvem német fordítása, és ez a Ott tiltott találmányok kettes kötettel jelent meg, és ebben is írtam azért az antigravitációról is, egy keveset teleportációról is, de a legfőképpen azt mutattam meg, hogy régi elveszett találmányok még most is aktuálisak, és egy 150 évvel ezelőtt feltalált mágneses örök mozgóról van benne szó, és hasonló találmányokról. Most ez a konferencia, ez a Stuttgarti konferencia egyébként röhely, de pont aznap volt az én előadásom, amikor a magyar-skót mérkőzés volt az Európa-bajnokságon, rengeteg magyart láttam, mentek a magyar zászlóval. Ezek az emberek nagy lelkesedéssel vetették be magukat a fociba, és óriási örjöngés volt, hogy végül is megnyerték, de homokba dugják a fejüket, tehát nem veszik észre, hogy amíg ők foci meccset néznek, és azért lelkesednek, körülöttük milyen visszafordíthatatlan, tragikus környezet rombolás történik.
ezek a német mérnökök, és 100 millióból csak 250, ez azért szégyen. Ez szégyen. Itt Magyarországon úgy érzem, hogy ebből a 10 millió emberből, hát nem sok mérnök van, de azok között nyitottabbak erre az alternatív, nevezzük alternatív lehetőségekre. És én hát részben elmeséltem, hogy milyen megoldások lehetségesek, és a kérdésedre majd így fogok válaszolni, hogy elmesélem, hogy nekik miket mondtam ezekről az alternatívákról. Ugye az előadás jelképének ezt a régi japán-kínai bambuszos nap szimbólumot választottam, mert ez az életnek a szimbóluma ott a Távol-Keleten, mert amikor süt a nap, a bambusz egy nap alatt fél métert nő. De mind a nap, mind a bambusz növekedése a katalitikus fúzió múlik, mert a katalitikus fúzióval állítja elő például a bambusz is a gyökereiben, a levélcsúcsokban azokat az anyagokat, ami ehhez a robbanásszerű növekedéshez szükséges. Tehát foszfortként, ahogy mi az előző beszélgetésben mutattam azt a reaktor, a hordozhatók és reaktorunkat, és a reaktor elektródákon megtaláljuk az élethez szükséges összes anyagot, amikor levegővel dolgozunk. Ha hidrogénnel dolgozunk, akkor csak a szénig megy el ez a fúzió, de bizony ennek a fúziónak, a katalitikus fúziónak a segítségével létrejönnek az élethez szükséges anyagok. De visszatérve erre a szimbólumra, megértették az ottani németek, hogy vannak olyan alternatív lehetőségek, ami a természetben megvan, és hogyha a természetet megfigyeljük, nem kell nekünk újat kitalálni. A természetben milliárd évek óta ott működik. Semmi más nem kell tenni, csak figyelni már végre arra, ami a természetben van. És ugye elvileg azt mondják, hogy ó, hát a fizikát majd úgy fogjuk tanítani, hogy a gyerekek értsék, hogy lássák a természetet, hogy kérdéseket tudjanak föltenni. A valóság ennek az ellenkezője, úgymond kőbevésett törvényeket vernek be a nebulók fejébe, ilyen például az energia megmaradás törvénye, de kísérleti háttere ennek nincs, majd erről is fogunk beszélni. Tehát az egyik a katalitikus fúzió, és meséltem a németeknek arról, hogy hát nézzenek már szét, a nap nem működhet forró fúzióval, mert folyadékból készül, és ugye a színképe az folytonos, ha gáz lenne, akkor csak néhány színbe, mit tudom én, kékbe vagy zöldbe sugározna, de az összes szín megvan a nap színképébe, ezért tudnak a nők színes ruhába tündökölni, meg a páva, meg minden, mert folytonos a színkép. És ez csak folyadék vagy szilárd anyag tudja kibocsátani. Tehát a nap nem gáz. Ezt nagyon fontos megérteni. Az összes csillagkutatással foglalkozó ember olyan modellekbe gondolkozik, hogy a nap gáz. Na most egy teljes területnek az összes kutatója totál elhűlésben van. De egy gyerek is látja azt, hogy a császár mesztelen, hogy ez nem gáz, hanem folyadék. És akkor nem termelhet forró fúzióval energiát. Ki van zárva? És ezt meséltem nekik, és jöttek oda a rohadt életbe, hát ezt tudnunk kellett volna, ezt mi is látjuk, de erre nem gondoltam. Tehát ugye ez volt az én előadásomnak a célja, hogy na, nézzük ezt végig, tessenek már ne csak nézni, hanem látni is. És akkor itt bemutattam a könyveimet, ami már németül megjelent,
akkor a cikkeimet arról, amikor ilyen katalitikus fúzióról írtam ebben a kis, egyébként nem sokára pénzhiány miatt megszűnő folyóiratban írtam a cikkeimet. Ezek a könyvek, ezek csak szakkönyvek, ezek csak magyarul jelentek meg, hát ezt németül nem tudják elolvasni. Ez a három a monográfia jelent meg. És akkor itt van ennek a szimbólumnak a két része, maga a nap és a bambusz, ami tényleg elképesztő gyorsasággal növekszik. Hát nálunk én azt hiszem, hogy a lósóska meg a lapu levél az, amilyen gyorsan tud tavasszal robbanásszerűen nőni, de azért a bambusz az mégiscsak szebb. Bemutattam azt, hogy a spirálszimmetria mennyire fontos a természetben. A pisztrángról beszéltem, amelyik hát ilyen nagyon gyors hegyi patakokban úgy él meg, hogy nem sodorja el a víz, és nem úszik. Nem csapkod a farkával. Lecövekel egy helyen, és nem kell erőfeszítést tenni. Íme egy példa, egy jó természeti példa arra, hogy a természet megengedi az élővilágban és életemvilágban is, hogy ne teljesüljön az energia megmaradás. A spirálgalaxisoknál, aztán a nagy gázbolygókon ott levő hatalmas nagy gázörvényekről, ami 400 éve a tornádó ott van. Látjuk, hogy nem marad meg az energia, mert spirálszimmetriák esetén nem igaz az energia megmaradás. Egy fizikusnak kinyílik a bicska a zsebébe, ha ezt meghallja, én erre mindig csak azt mondom, hogy nézze már meg a természetet, próbáljon már tanulni. Most 300 évvel ezelőtt egy Orpheus nevű német feltaláló bemutatott egy ilyen készüléket, ami örökmozgó, mechanikus örökmozgó. És a tiltott találmányokban részletesen leírtam ennek a történetét. Ma sem tudjuk a titkát, de nem is keressük. Nem is keressük. Bennem újra föltámadt a remény, hogy megértettem, hogy mi van. 20 év stagnálás után, lehet, hogy egy év múlva, ha még vissza tudok jönni, akkor vagy sikerről, vagy kudarcról tudok majd mesélni, de íme Orpheusnak a találmánya, amiről a németek még tudtak, de el nem tudják képzelni, hogy működhetett. A mai tankönyv fizika szerint teljesen kizárt, hogy ez létezzen, mégis Leibniz németek által elismert a filozófus, matematikus látta ezt többször. Rengeteg megbízható szemtanú, hercegek, grófok, bárók látták ezt működni, adtak is mindig a feltalálónak egy kis pénzt, de ő is abba reménykedett, hogy majd megkap 400.000 tallért érte. Sose kapta meg a pénzt, a sírba vitte a titkát. Óriási tragédia ez az emberiségnek. Csökör Csaba kollégámmal együtt mi 10 éven át saját zsebből elkezdtük megmérni azt, hogy igaz-e az energia megmaradás. Az összes tankönyvben ez kőbe vésett törvény, de soha senki nem tudta megmérni. Ez egy óriási műszaki feladat, hogy mozog tetszőleges pályán egy tömeg, mérjük meg az energiáját minden egyes ezred másodpercben. És ezt azért nem lehetett eddig megmérni, mert mérés adatgyűjtés az sem a középkorban, de még 100 évvel ezelőtt is teljesen kizárt. De a modern digitális számítógépek rendkívül pontosan tudnak időt mérni, és ennek segítségével a
például lehet ilyen elforgás mérő készülékeket. Ott ez a kis fekete pöttye, Hewlett-Packard cég ilyen gyártja ezeket rendkívül precizitással, elforgást lehet mérni idő függvényében, és ennek segítségével, két ilyen transducer segítségével a spirálpályán minden egyes időpontban meg tudtuk mérni, hogy igaz-e az energia megmaradás. És 10 év komoly műszaki fejlesztéssel és kontrollmérésekkel azt találtuk, hogy 4% eltérést el lehet érni az energia megmaradástól. Hát mi ennek a lényege? Az, hogyha nem igaz mindig az energia megmaradás, és lehet gyártani energiát, akkor nem érdemes háborúskodni, nem véges erőforrásokért, nem érdemes szénér, olajér, lignitér, vagy vízenergiáért háborúskodni. Ennek fundamentális jelentősége van. Nincs még olyan törvény a természetbe, aminek a társadalmi hatásai annyira fontosak lennének, mint az energia megmaradás. Tehát ez nagyon, itt tilos a tévedés. Az egész emberiség gajra megy, hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy igaz-e az energia megmaradás, vagy nem. És ezt se előttünk, se mögöttünk soha senki meg nem mérte, mert ez egy olyan műszaki kihívás. De a 4%-kal nem mentünk semmire, ezt olyan vallásos hittel tisztelik, hogy egyetlen folyóirat se volt hajlandó leközölni a cikkünket, és azt gondolom, hogy ha nem tudjuk megismételni az Orfireusz örök mozgó találmányát, akkor bizony ez a fejlődési vonal így hamvába hót, ezzel nem fogunk előre menni. Írtam, vagy beszéltem erről a tanreaktorról, ez még egy régebbi verzió, itt bemutattam azt, hogy egy ilyen hordozható forma, és lesz ez, és két német jelentkezett, hogy ők vennének ilyet. Itt látszik a működés közben az egyik ilyen tanreaktor, a szikrázás. Másik ábrán látszik az oszcilloszkóp jele, hogy a feszültségek hogyan változnak. Tehát működés közben mutattuk be, hogy a mérnökök nagyjából valami halvány fogalmuk legyen erről a dologról. És itt mutattam be, hogy a katódon például attól függően, hogy melyik részen ott van balra a fényképe az elektronmikroszkóp alatt a katód felületnek, hogy néha bor és szén jelentkezik, egy másik helyen pedig ott van a kén, a szén, aztán néha klór is, hogy mit rak össze magának a katalitikus fúzió, és a szélén úgy zöld kerettel pedig ott vannak wolfram a spektroszkópon, a pásztázó elektronmikroszkóp spektroszkópján látszik, hogy wolfram is keletkezik. Tehát annyira nagy mértékű ez a katalitikus fúziónak az ereje, lehet a lehetősége, hogy akár wolframot is összerak. Ez nekünk műszakilag nem kedvező, mert az már energiát zabál. Tehát az már elviszi. És akkor meséltem ezeknek a németeknek, hogy ha odafigyelünk a természetre, azt is látjuk, hogy például a darázs nem csak a szárnyával repül, hanem antigravitációval. Tehát oda kell figyelni a gravitációra. Miért érdekes? Stuttgart a német autóipar egyik fellegvára, ugye
nem ott van a BMW, de ott van a Mercedes meg a Porsche, és hát mondtam a németeknek, hogy a Mercedes meg a Porsche igazán eldönthetné, hogy ők most olajcég, vagy pedig transportációs cég, tehát közlekedési cég. Ezt annak kapcsán, hogy most jelent meg az Egyesült Államokban elektrogravitációval kapcsolatos szabadalom. Tehát a NASA-nak azok a mérnökei, akiknek már tele volt a hócipője azzal, hogy a NASA még mindig a rohadt kormos rakétákkal foglalkozik, de az Elon Musk is egyébként, meg az oroszok is. Holott 50 évvel ezelőtt rájött egy amerikai feltaláló, hogy elektrogravitáció is létezik, tehát megfelelő alakú és nagyon erős elektromos terekkel gravitációs folyamatokat lehet elindítani, és a biológia ezt használja. Tehát a darazsak izmai, egyszer az Istvánnal beszélgettünk erről, azok egészen különleges struktúrájúak, gyakorlatilag az éter, a körülöttünk levő éter sűrűségét befolyásolják, lecsökkentik vagy megnövelik, és ennek segítségével nem is azt mondanám, hogy antigravitációt, hanem tolóerőt, bármilyen irányban tolóerőt tudnak generálni. Na most, az ex-NASA mérnökök, vagy 20-an, azok hát szinte garázsban a NASA-tól függetlenül megtudták ezt az antigravitációs hatást, legalább 200 berendezést építettek, de megvalósították ezt az antigravitációs hatást, és 1G-s gyorsulást tudtak elérni, magyarán például az ő szerkezetük lebegni tudna a gravitációs térbe, és innen nincs messze az a lehetőség, hogy egy olyan berendezést készíteni, ami ugrál cikcakba, össze-vissza, ahogy a darázs is. A nézőknek is mindig mondom, akik szóba állnak velem, hogy nézzék már meg, hogy a darázs, meg a légy, meg a muslica hogy repül. A darázs, amikor oda megy az ebédemhez, és észreveszi, hogy ott van egy darab hús, nem így repül rá, hanem így a rezeg. És olyan a szárnya, tehát a szárny irányában, és a szárny irányában nincsen felhajtó erő. Teljesen kizárt, hogy ilyen irányba tudjon rezegni. Ez egy antigravitáció, a testének a tömegét le tudja csökkenteni. Na most a Mercedes is, meg a Porsche is röhögve ki tudna fizetni egy ilyen antigravitációs fejlesztést, és most nem szűkölnének és nyűszítenének, hogy a kínaiak saját területükön megverik őket, és nem kéne azon gondolkozni, hogy büntető vám, hanem legyen igenis a szabad verseny, és ne négykerekű benzinpöfögő vackokkal árasszák el Európát, hanem legyenek elektrogravitációs szerkezetek. A Porsche biztosan tudna piacot szerezni antigravitációs sportkocsiknak, és nem kéne a termőföldek jelentős részét beborítani aszfalttal és strádákkal. Tehát ezeknek a dolgoknak óriási gyakorlati jelentősége van, megint a természetre oda kéne figyelni, megint erről van szó. Na most a konferencia meglepetése volt egy koreai csapat. Egy szállodában laktam velük, de senkivel nem álltak szóba, és csak pizzát ettek. Tehát csak ők hozatták a kaját, szerintem féltek, hogy megmérgezik őket. Hát miért? Előrukkoltak 30 éves munkával egy olyan berendezéssel, amit
ez a kanadai feltaláló 150 évvel ezelőtt kitalált, de ezt ők tovább fejlesztették. A Borotva Élen című könyvemnek a hátulján bent van a függelékben ez a találmány, és részletesen leírom, hogy milyen szimmetrias értésekkel működik, tehát a mágneses tereknek a gyűrésével, megfelelő szimmetria torzítással meg lehet azt csinálni, hogy megtorzítom a mágneses teret, és egy másik módon úgy rúgja vissza magát, hogy nagyobb energiája lesz a visszarúgásnak. A dél-koreai kormány nem üldözi ezeket a találmányokat, mint a magyarok, mert ugye itt, hát ez kőbe van vésve, úgy beszélnek az energiaszuverenitásról, mint fontos cél. A magyar kormányok sora mindent megtett azért, hogy nehogy ezt elérjük, hogy maradjon az orosz gázfüggés, meg az olajfüggés, mert abban van a pénz, akkor lehet megadóztatni a hülye állampolgárt. Mi pedig azon gondolkozunk, hogy ne az állam niggerje és szolgája legyünk, hanem környezetszennyezés mentesen termeljünk, de ezt itt nem lehetett elérni. Sem a tudománynak a felkent akadémikusai, sem az olajipar és az azzal összefonódott államigazgatás nem engedi ezt. Tehát ezek 10 körömmel ragaszkodnak ahhoz, hogy nem baj, hogyha tönkre megy minden, de az adót beszedjük. A koreaiak másként gondolkoztak, nekik nincs olajuk, nekünk sincs, de Koreában a találékonyság államilag díjazott, és ez a koreai csapat 30 éve dolgozik ezen a mágneses szerkezeten, és nekik sikerült egy olyan körülbelül mázsás készüléket csinálni, amiből kijön 10 kW. Na most be is mutatták működés közben, méghozzá úgy, hogy Szöul és Stuttgart között egy zoomos híd volt, ott éjjel 2, de bemutatták működés közben az ottani csapat, hogy semmilyen drót nem vezet hozzá. Itt leírják az elméletét, szerintem ez tévedés, de azt mutatják be, hogy egy ilyen primérrel 30 darab szekundertekercset lehet működtetni, és ennek segítségével több energia jön ki. Nézzük a következő diát. Itt van a koreai csapat, a főmérnök az a hölgy, aki ott mutogatja, és a csapatból egy másik koreai. Amikor létrejött az élő lánc Szöul és Stuttgart között, azt a pillanatot látjuk. És egy nagyon vaskos könyvben összefoglalták a műszaki paramétereket. Hát olyan sokba került, nem volt nálam annyi pénz, nem tudtam sajnos megvenni, de több mint 30 éves munka, 50-en dolgoztak rajta, nem üldözték őket úgy, mint itt Magyarországon, és ők azért jöttek ide, hogy német gyártókat keressenek, körülbelül 10 kilovattnyi villamos energia fog ebből kijönni, már ott vannak, a prototípusok rég megszülettek, és a tömeggyártást szeretnék elindítani. Jöttek oda olyan előadók is egyébként, akik testőrrel érkeztek, mert többször is ilyen menedzser ember, aki ellen követtek el gyilkossági kísérletet. Szóval ez nem egy rizikómentes, ezt én is megéltem a 22-es buszon sok évtizede. Hogyan reagálták az előadásodat? A nagy érdeklődés van, és ezt őszintén tudom mondani. Sokan úgy a homlokukhoz kaptak, hogy hát ez tényleg így van, és néhány technikailag képzett ember
pedig kifejezetten mondta, hogy ők vesznek egy példányt a tanreaktorból, szeretnének a fejlesztésben részt venni. Tehát látták, hogy van alternatíva, van lehetőség, nem kötelező gázt égetni, és Németországban nagyon komolyan veszik ezt a zöld átállást, de közben kapitális marhaságokat csinálnak, mert nagyon rámentek a szél meg napenergiára, bezárták az atomerőműveket, de kinyitottak lignit erőműveket. De lehet látni az összes, úgymond megújuló energiának az összes hátrányát, hogy van, amikor nyáron, amikor süt a nap, akkor az energiatermelők fizetnek azért, hogy vidd már el tőlem az energiát, télen meg, amikor nagyon kéne az energia, de köd van, meg sötétség, használhatatlan. Tehát az az energiaforrás kell, ami bármikor így elindítható, és az, amit én ebbe a kötetbe összeszedtem, a mágneses erőtértorzítás, vagy a katalitikus fúzió, az mind jó. Ez a katalitikus fúzió arra is jó lesz, hogy elektrogravitációs gépeket hajtsunk meg energiával például, és akkor te, mit tudom én, ha lesz egy elektrogravitációs autód, nem is tudom, hogy milyen szót használjuk, vagy repülőd, akkor mit tudom én, benyomod azt, hogy szeretnék menni Timbuktuba, és elrepülsz oda. Pikpak. És nem kell, mit tudom én, 5 csepp víznél több energiát nem kell ehhez használni. Tehát ezek a lehetőségek. Gyuri, milyen hangulatú egy ilyen konferencia, ott is ennyire, tehát egyfajta válságstáb van jelen, vagy pedig még azt gondolják, hogy itt van idő, még elketyeg a rendszer úgy, ahogy van, és kutatjuk ki az izgalmasabbnál izgalmasabb lehetőséget, tehát érzed ezt a sürgetést, ami most van, vagy pedig úgy látod, hogy nagyjából a nagyobb hatalmak, a nagyobb pénzösszege rendelkező hatalmak megteremtik maguknak ezeket a feltételeket, de hát ugye ez egy globális mértékű probléma. Ugye icipici pénz megy abba, mondom a koreaiak kivételével, hogy alternatív, jobb megoldásokat teremtsünk. A hétköznapi embernek nincs fogalma arról, hogy milyen pofátlan, brutális az elnyomás, a cenzúra ebben a területen. A szabadalmi hivatalok eleve kinyírják, nem adnak szabadalmakat, tehát magyarán az ipari út az kizárt. A folyóiratok sosem közölnek ilyen cikkeket, lásd a mi próbálkozásunk, amikor mérési eredményeket akartunk közölni, hogy ilyen és ilyen feltételek mellett az energia megmaradás nem igaz. Ez tiltott, ez tabu. Aztán az európai pályázatoknál nem adnak erre lehetőséget, iszonyú mennyiségű pénzt tékozolnak el komplett hülyeségekre, de nem adnak lehetőséget valódi alternatívára. Az olajipar mindenütt ott van, mindenkit megvett, a teljes akadémiát, a szabadalmi hivatalokat, a folyóiratokat. A gyógyszer meg az olajipar zsebébe ott van a teljes tudomány. Tőlük nem remélhetünk semmit, csak rosszat. De ez a pár ember, aki ott összegyűlt, és 100 millióból 250, nagyon kevés. Ez azt mutatja, hogy a csőlátás elképesztően erős. Mi lesz most ezzel a mágneses örök mozgóval? Beszélsz még arról, hogy annak mi lett a sorsa, hiszen mondtad, hogy ez is egy ilyen elfeledett találmány. Igen. Volt. Tehát a koreai tapogatózásokat nem tudom figyelemmel kísérni, mert nem vagyok benne, de a koreaiak kifejezetten azért jöttek oda, hogy német gyártópartnert keressenek. De a koreaiak mellett
van egy floridai amerikai családi vállalkozás is. Ők a koreaiaktól függetlenül rájöttek ugyanerre, kaptak támogatást innen-onnan, tehát ez a C-terv. Tehát nyilvánvalóan el fog ez valamikor indulni, de ezek a mágneses szerkezetek mázsásak. Ezt nem lehet zsebre tenni. Ez arra esetleg jó lesz, hogy egy családi ház vagy egy üzemcsarnok sarkába ott duruzsoljon és adja a villamos energiát. De arra nem lesz jó, hogy egy antigravitációs repülőgépet hajtson. Ahhoz túl nehéz, arra ez lesz jó. Tehát lesz kitörés, versenyfutás folyik, kőkemény versenyfutás folyik a színfalak mögött. A magyar média soha nem fog erről beszámolni. Nem fogja az állambácsi ezt a lehetőséget kiengedni. Iszonyú adóterheket raknak az energiáról. Ha ez megszűnne, a Magyarország államgépezete összeomlana, ha nem tudnának minket adóztatni az energiával, meg az élelmiszerrel is. Ez egy adóztató állam, abból él, hogy élősködik. Látsz valami együttműködési lehetőséget országhatáron túl? Igen, 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 mondom. Hát azért mentem Stuttgartba, hogy ezeket a lehetőségeket megtaláljuk. Legyen áldás ezen az egész projekten. Tényleg ezt nem győzöm eleget mondani, minél többen ismerjék meg olyanok is, akiknek van potenciális lehetőségük lépéseket tenni ez ügyben. Tényleg az ajtón kidobnak, vissza kell mászni az ablakon, itt nincs mese most már. És én remélem, hogy azért van egyfajta belátás, amire az ember nem sokára rákényszerül. Sajnos mindig megvárjuk, úgy tűnik a legvégső utolsó utáni pillanatokat. Igen, az összeomlást, illetve ugye kettős változásban vagyunk most, mert egyrészt van a saját bűneink, butaságunk, tudatlanság miatti túlzások miatt eljutottunk bizonyos végpontokhoz. Ugyanakkor van egy tudati szintű változás is, ami tulajdonképpen ez a kétirányú változás van most, az egyik, amikor majd a természet visszarendez egyfajta pusztító munka révén egyfajta egyensúlyt és harmóniát visszaállít, a másik viszont, amikor maga az ember megváltozik végre. Lehet, hogy ez nem olyan nagy léptékű. Nem az összes, de néhány. És, akkor és ez... így van. Tehát én látom ennek a pozitív részét is. Az tény, hogy a mostani átalakulás az mindenképpen jóval radikálisabb. Drasztikus lesz. Drasztikus. Az emberben, ami magunkban végbe megy metamorfózis, az is nagyon durva. Tehát aki a változás, a belső változás útjára lép, te is nagyon jól tudod, hogy ez az emberi szervezetet, a tudatot mennyire terheli meg. Mindeközben a világi dolgokban boldogulni kell, elengedve a régit, teljesen teret adni egy vadonatújnak, ami még lehet, hogy eddig sosem volt. Nem könnyű ez a mostani időszak. Nagyon nehéz a mostani időszak. Sok vesztese lesz. Így van. Sok vesztese lesz. Sok vesztese lesz, de bízom benne abban, hogy köszönhetően például a te tudatosságodnak, munkásságodnak, most azért nem úgy fognak megtörténni ezek a változások, hogy tényleg ott van mindenki homokba dugva a fejét, az se tudja, mi történik vele, észre se veszi jóformán. István szokta mondani ezt mindig, hogy sokan azt se tudják, hogy eljöttek reggel otthonról. Ilyen szinten is érdekelnek tömegek, embertömegek ma, de szerintem sokkal hatékonyabb egy olyan fajta változás, amit azért tudatosan végig kísérünk, bármi is lesz a kimenetele. Én azt láttam, hogy az emberiségnek három nagy csoportja van. A legkisebb azok, akik, mit tudom én, a koreaiak, vagy az a floridai társaság, vagy mi, akik valódi műszaki lehetőségeket kínálnak kibúvóként, akkor egy ennél sokkal nagyobb, pénzesebb csoport készül az összeomlásra. Ezek multimilliómosok, akik betonbunkereket építenek külön klímával, ők az atomháborútól is félnek, attól, hogy összeomlik a teljes gazdaság,
és akkor éhes, felfegyverzett bandák fognak járni, és megölik, és kifosztják a raktárakat. Ez a Mad Max típusú csoport. És a harmadik meg, amiről az István is beszélt, ugye, hogy azt se tudja, hogy eljött otthonról, él bele a világba, és azt hiszi, hogy ez örökké így lesz, és mindig lesz az élelmiszerboltba élelmiszer. Gyurikám, folytasd. Töretlen lelkesedéssel, legyen nagyon-nagyon sok támogatód világszerte, ezt kívánom neked is, és nem önzetlenül magunknak is, mindannyiunknak, és még folytatnám majd egy következő alkalommal a beszélgetést, ami egy még szívedhez szólóbb témakör, ugye az életenergia, igen, a bioenergia maga. Nagyon szépen köszönöm, és végtelenül hálásak vagyunk neked minden cselekedetedért, amit megmersz tenni, minden korábbi tapasztalatod ellenére. Igen, talán eljött ennek az ideje, hogy lesz, ami lesz, most már ezen nem ücsöröghetsz tovább, nem várhatsz arra, hogy majd valami csoda előkotorja a fiókból a dolgokat, és akkor most megvalósítjuk, nem így működik, úgy tűnik. Köszönöm szépen, Gyuri. Én is köszönöm a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát, és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu